Az idei év sem volt lényegesen könnyebb a tavainál, ha a világjárványra gondolunk, csak más volt. Ezért nehéz esztendőn vannak túl a támasz alapítvány hajléktalanjai és munkatársai is. Második éve őket is érinti a COVID-járvány. Emiatt sok többletfeladata volt a munkatársaknak, főleg az egészségügyi személyzetnek, szociális dolgozóknak, mondta Fonyó József, a Pécsi Támasz Alapítvány integrált intézményvezetője. A napi feladatokat ugyanúgy kell végeznünk, tehát a krízis időszakra vonatkozóan azokat az életmentő feladatokat, amiket az utcai szolgálatunk és a krízisszállónk ellát, valamint a menedékhelyek, ezek továbbra is ugyanúgy folytatódnak, ahogy az előző években már megszokott volt. Minden évben úgy készülünk a karácsonyra, hogy tekintetbe kell azt vennünk, hogy a légtonok számára ez a lehető legnehezebb időszak, hiszen az ember, aki magányos, és ez az ünnep emlékezteti leginkább arra, hogy a család az hiányzik. Ebben mi a minden magunk tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez minél inkább nyugalmasabban teljen. Elsődlegesen arra törekszünk, hogy biztonságban legyenek az ellátottaink. Ünnepkor a megszokott töltött káposztával készülnek valamennyi szolgáltatásukban. Az idei évben lehetőségünk volt, hogy az Élelmiszerbank Egyesülettel közösen egy adománygyűjtésben vettünk részt, így a szállón élő hajléktalanjaink számára és az utcán élők közül néhány személynek, akik önállátóan képesek gondoskodni magukról, most gondolok arra, hogy tartós élelmiszert fel tudnak használni, azok számára tudtunk csomagokat készíteni. Az ünnepi ebédet több mint 200 személy számára tudják biztosítani. A 200 ellátottjuk közül 130-nak sikerült ajándékcsomagot is összeállítani, de senki nem marad ajándék nélkül, édességet mindenki kap karácsonyra. A jövőre nézve pedig nagyon várnak egy olyan lehetőségre, amelynek során majd egy újabb hajléktalan otthont létrehozhatnak.